Én is üdvözlök mindenkit, Kovács Frey vagyok, a Kékpont Alapítvány munkatársa. Azt gondoljuk így Kékpont szinten, hogy a jelenleg hatályos BTK is túl szigorú, amennyiben az a célja, hogy a adott esetben kábítószer problémával küzdő klienseket kezelésbe juttassa vagy segítségbe részesítse. Viszont ha az a célja a BTK-nak, hogy ezeket az embereket stigmatizálja, kriminalizálja és a többségi társadalomtól leválassza, életútjukat megtörje, akkor a jelenleg hatályos BTK enyhe és indokolta az új szigorú BTK bevezetése. Ezentúl a jelenleg hatályos törvényről elmondanám azt, hogy a kábítószer használó emberekkel foglalkozó szakemberekre is nagy terhet ró. Ezt az előttem szólók is szerintem már említették, hiszen nagyon sok esetben olyan személyekkel kell foglalkoznunk fél éven keresztül, akiknek nincsenek szerhasználati problémáik, ezzel elveszik tőlünk segítőktől az energiát és az időt a valós segítségben részesülendő kliensektől, és ezt a helyzetet nehezíti nem meglepő módon a kezelői oldal forrásainak a megnyírválása is. Bocsánat. A gyakorlati munkámban az alapítványunk két területén találkozom kliensekkel. Egyrészt az ambulancián dolgozom egyéni esetkezelésben, másrészt pedig a tűcsere programunkban találkozom szerhasználó kliensekkel. Mondanék pár számadatot. A két ambulanciánkon 2011-ben 442 kliens jelent meg, és vitte is végig nagyjából az elterelést, tehát hogy itt csak az elterelésben lévő kliensek számát mondtam, és a tűcsere programunkban 2011-ben pedig 1212 fő jelent meg. Szerintem mind a kettő elég magas szám. Az elterelés során két típusú emberrel találkozunk, hogyha ezt így lehet egy kicsit sarkítani. Az egyik típusba tartoznak azok az emberek, akik iskolába járnak, vagy dolgoznak, rendezett család és társas kapcsolatokkal bírnak, normál életet élnek, és szerhasználati problémáik nincsenek, leszámítva a jogi ártalmakat, amelyek az elterelésből fakadnak. A másik csoport egy kicsit már nehezebb téma, de a halmozottan hátrányos helyzetű, önérdekérvényesítéssel nem bíró emberek sorolhatók, intézményi és társas kapcsolataik hiányosak, 10-15 éves szerhasználati múltra tekintenek vissza többségében, és a tűcserébe járó klienseink elmondása alapján merem én azt állítani, hogy sok esetben őket akkor is beviszik a rendőrök, hogyha használt vagy steril eszközöket találnak náluk, plusz az úgynevezett klienskártyát, amely a 2005-ös BRFK, illetve a budapesti tűcsereprogramok közötti megállapodás vagy együttműködés eredménye. Ugye ez a tűcserekártya azt a célt szolgálja, hogy ha a klienseknél nem találnak anyagot, csak használt vagy steril eszközöket, akkor el kéne őket engedni az útjukra, ezzel is elősegítve azt, hogy egyrészt a használt fecskendőket leadják a programban, másrészt pedig, hogy steril eszközökhöz juthassanak a biztonságosabb szerhasználat érdekében. Igen. Jó. Tehát ilyenkor az történik sok esetben, hogy a rendőr kidobatja igazából a kukába a klienssel a használt eszközöket, magát a klienskártyát, és akkor beviszik őket kihallgatni. Ugye a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében, hát én úgy tudom, hogy egy embernek bármennyi elterelése lehet, ha bár ha jól hallottam, itt ebben vannak csúszások, de hogy mi a gyakorlatban ezt alkalmazzuk, hogy akár 2-3 elterelése is fut egy kliensnek egyszerre. És ugye az új BTK szerint, ezt itt szintén elmondták, de azért megismétlem, beismerő vallomás esetén mehet egy kliens elterelésbe, illetve akkor, hogyha az elmúlt 2 évben nem volt elterelésbe, plusz más kábítószerrel kapcsolatos ügye sem volt neki. Amennyiben ez a gyakorlatban tényleg megvalósul, akkor egyrészt kliensek tömegei fognak börtönbe kerülni. Itt, hogyha valóban a problémás függő kliensekre gondolok, akkor nekik inkább egészségügyi és szociális ellátásban kéne részesülni, mint börtönbe küldeni őket. Itt
csatlakozom a előttem szóló kolléganőhöz, illetve nagyon sokan én ezt egy kicsit ilyen pehes kategóriának hívom, tehát azért a rekreációs szerhasználók között is előfordul az, hogy mondjuk két évenél sűrűbben szívnak el egy spanglit, vagy szívnak fel egy csíkspurit, és hogyha rossz csillagzat alatt születtek, akkor ők is börtönbe fognak kerülni. Értelmét, hát én nem látom. Jó, egy kicsit még kitérnék egy mondatban a terápiás szintére. Itt a tapasztalataink azt mutatják, hogy a szigorodó törvények következtében a bizalmatlanság még inkább csökken a kezelőhelyek irányába. Ez nekünk is rossz, segítőknek, a klienseknek is rossz, igen. Mi nő? Ja, bocsánat, nő a bizalmatlanság, a bizalom csökken, de igen, köszönöm. Tehát még inkább egyrészt a problémáját felismerő szerhasználó még nehezebben fog segítséget kérni, mi pedig még inkább szkanderozhatunk verbálisan a kliensekkel, hogy legyél őszinte, nem mondom el a rendőrségnek, hogy mi történik, nem tartozom az ügyészséghez. Tehát, hogy ezeket a köröket így is mindig le kell futni, szigorítás esetén egy kicsit jobban le kell futni. Volt olyan kliensem, akinek meg kellett mutatni a másik szobát, hogy tényleg nincs ott kamera, tehát, hogy tényleg nem veszünk föl semmit. Említést tennék a party service típusú biztonságosabb szórakozást elősegítő programok esetében is, hiszen ott is felmerül a kérdés, hogy nem lenne működőképesebb vagy hatékonyabb a szigorítás helyett egy kis pénzt csurgatni a zártalomcsökkentés ezen területére. Nem tudom biztosan, csak sejteni lehet, hogy a szigorodó BTK következtében újra a diszkóraziák országa leszünk, aminek ugye az árérték aránya az mindenki számára nyilvánvaló, tehát hogyha ezt a pénzt megkapnák a parti szerviz szolgáltatások, sokkal hatékonyabban tudnának működni. Mi jelenleg önkéntes, tehát nincs forrásunk a parti szerviz szolgáltatásunkra, ezért önkéntes módon végzik ezt a munkatársaink, amelyek egyértelműen a lehetőségek beszűkülését vezeti, vagy vezet, oda vezet, és végezetül egy pillanatra kitérnék az elkövetés körülményeinek teljes feltárására. Ez szintén egy kliensem elmondása alapján tudom elmesélni ezt a történetet. Ezt a lányzót bevitték a rendőrök tartás miatt, és az orra alá nyomtak egy jegyzőkönyvet, amiben több név szerepelt, egyik embert sem ismerte. A jegyzőkönyv alapján ezeket az embereket terjesztéssel vádolták, tehát ennek a lányzónak azt kellett aláírnia, hogy igen, én tőlük vettem. Szíve szerint nem írta volna alá ezt a jegyzőkönyvet, de hogy az volt a reakció a rendőrség oldaláról, hogy vagy aláírod, vagy 72 órára zárkába fogsz menni. Hát aláírta, és ugye nem lehet tudni, hogy mi történt a jegyzőkönyvben szereplő emberekkel büntetőjogi szempontból. És hát ez egy kicsit így a hamis tanúzásra ösztönzést jelenti nekem. Az új BTK tervezet meg még inkább egy kicsit a hamis tanúzás irányába viszi el, azt hiszem gyanúsítottaknak hívják a rendőrség oldaláról ezeket az emberkéket. És csak azért, mert hogy ugye a büntetés teljes mértékben, tehát korlátlanul enyhíthető, hogyha beismerő vallomást tesz valaki. És akkor még egy ilyen zárójeles technikai megjegyzést tennék, hogy azt is tapasztaltuk, hogy a törvény bármilyen irányú módosítása esetén beindul egy kicsit így a káosz, és nagyon sokszor maguk a jogalkalmazók sem tudják pontosan, hogy mi is az ő dolguk. Erre egy aranyos példát tudnék mondani. A kliens elhozta nekünk a tanúsítványt, a jogászunk fölhívta a rendőrséget, kitöltetlenül hozta, természetesen fölhívtuk a rendőrséget, hogy ki kéne tölteni, és a rendőrség szerint nekünk kellett volna, tehát nekünk kellett volna elterelésbe engedni a klienst a tanúsítvány értelmében. Köszönöm szépen!